Az eddigi legkritikusabb hangvételű klipjével rukkolt elő Noár, vagyis Molnár Áron színész klímaváltozásról repelt szinte, szerinte ugyanis semmiféle idő nincs a továbbiakban finomkodni. Jöjjön egy rövid összefoglaló, majd Molnár Áronnal folytatom. Döntéshozók, öltönyösök, halljatok meg minket! Még inkább a tudományt, mi nem ijeszt, hanem ihlet. Ha nem vigyáztok nekünk, a bolygó búcsút inthet. Inkább példát vegyetek, és ne egy szép új inget! Ilyen és ehhez hasonló kemény felhívásokat címzett a politikusoknak legújabb videóklipjében Molnár Áron, közismertebb nevén Noár. A színész első kritikus hangvételű dala tavaly februárban jelent meg, azóta már több társadalmi problémára is felhívta követői figyelmét, ezúttal a klímavészhelyzetről rappelt. A dal Noár minden korábbi szövegénél élesebben fogalmaz, szerinte azok is vétkesek, akik némán tétlenül tűrik a környezet szennyezést. A projektben a Greenpeace Magyarország is segítkezett a színésznek. Molnár Áron, Noár a vendégem, jó reggelt kívánok! Elárulhatom mindazt, amit a beszélgetésünk előtt mondott itt a stúdióban még adáson kívül? Sőt, tehát ez annyira rövid az idő, hogy nem tudtam ezt egyeztetni önnel. Köszönöm szépen, azt mondta, hogy egyszerűen nem tudta fölvenni a jeleneteket, vagy nem volt meg a helyszín a forgatásra? Hát igen, ez egy nehéz helyzet, amikor ezt fel kell venni ezeket a klippeket, mert mindenki szívességből is kedvességből van ebben benne. Tehát nem szívességek, ezek szívügyek, csak hát nincs elég támogatónk egyelőre még. Úgyhogy például a vasárnap helyszín, amit láttak, a gyáras rész, az például szombaton lett meg, és közben 50 táncos várt rá a No Comment Hip Hop csapata és Ódorbani vezetésével, hogy mikor derül ki, hogy hova kell menniük. De mi volt az indok? Néha statikai okok, néha pedig igazából a Noár, mint formáció kérdése. Nagyon sok, amíg mai napig összekeverik, tehát nem tudják felfogni azt, hogy a Noár pártpolitikától teljesen független. Azt mondja, hogy a Noár pártpolitikától független, mert például, hogyha azt olvasom mondjuk egy cikkben, hogy Noár Molnár Áron azért érdekes, mert ő semmit nem bízott a véletlenre, alaposan megdolgozott előre is soros pénzéért. Hogyha ezt olvasom mondjuk egy cikkben, akkor ez nem úgy tűnik, mintha nem lenne politikus dolog. Hogyha azt mondom, hogy ön... Pártpolitikus. Pártpolitikus. Jó, akkor nézzünk pártpolitikát. Szóval, hogy mert készültem, azt mondja... Ez szuper. Hogy lemond ön például egy fesztiválon való részvételt, azért már a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Orbán Viktornak az egyik beszédét sugározzák. Ha azt mondom, hogy ez politika, az jelenleg Magyarországon prompt politika. Azt gondolom, hogy ez pártpolitika. Tehát abban a pillanatban, hogy egy fesztiválon feltűnik mondjuk bármelyik baloldali képviselő, hogy egy olyan videón, azt ugyanúgy lemondom. Uh-huh. Azért, mert ennek nincs helye. Egy fesztivál nem erről szól. És a másik cikkre reagálva pedig valóban pályáztunk egy pályázatra, egy Summa Artium nevű pályázatra, 5-10 millió forintra, 3,5 milliót kaptunk meg ebből, hogy most már tudjunk fizetni, és ez az Open Society, vagy Soros György szervezetének az egyik szervezete. Ami szerintem fantasztikus lehetőség, hogy ez az ember, aki egyébként óriás plakátokon kint van, és támadják ezerrel, a kultúrába például 370 millió forintot investál, és pályáztat ki lehetőséget adva olyan független társadalmatoknak, akik egyébként elvéreznének. És így kaptunk mi is lehetőséget erre. Úgyhogy én kifejezetten büszke vagyok erre. Rendben van, az egyik oldalon azt mondja, hogy független, a másik oldalon pontosan tudja, ha akár egyetlen fillért, bár ma már nem is tudom, van-e még fillér, számolunk benne, de ugye tényleges valójában nincs, de egy forintot, 5 forintot, mert az a legkisebb, ugye. Okay. Elfogad, akkor innentől fogva sorosista. Ebben nyilván, tehát egy bizonyos oldalon úgyis azt fogják mondani. Nem érdekel. Tehát amíg engem valaki nem korlátoz a művészi szabadságomban, ami nem szól bele, addig teljesen mindegy, hogy ez mi történik. Abban a pillanatban, hogy azt érzem, hogy ez az a finanszírozás bármiféle megalkuváshoz vezet, onnantól kezdve befejeztük az együttműködést. Tehát mondhatom azt, hogy ha Soros György önnek direkt pénzt adna, elfogadná, de ha Soros György direkt pénzt adna, de azt mondaná, hogy legyen benne az a sor, hogy a... Elő nem fordul. Ezeket a szöveget én írom. Na akkor nézzük a legújabb klipjét, ami egyébként impozánsra sikerült, nagyon jó volt a képi világa, ugyanakkor például a kritikákban olvastam olyat is, hogy túl általános. Ez egy nagyon-nagyon jó kritika. Az egyik portálon jelent meg. Nagyon fontos kritika azért, mert a mi célunk ezzel a számmal a következő volt. Rúgjuk be az ajtót. Ennek semmi más célja nem volt. Hassunk az érzelmekre. És amikor berúgtuk azt az ajtót, jöhet a következő számunk, amit körülbelül 3 hónap múlva szeretnénk újra előjönni vele, aminek az a cím, hogy Cselekedj most, amiben semmi másról nem lesz szó, mint soronkénti megoldásokról. Amikor
csinálunk egy számot, mindig szakértőkkel találkozom. És minden egyes szakértő, minden egyes érintett ebben a témában egy dolgot nagyon komolyan kihangsúlyozott. Ezek a tények, amelyek most itt vannak az asztalon, 20-30 éve ugyanazok, csak változnak a számok. Tehát van probléma, de nehezen hallják meg az emberek. Rendben van, ami most kell, az... igen, most kell, bocsánat, ami most kell, azok az érzelmek. Érzelmekre kell hatni. Muszáj az, hogy intenzívebben menjen be az agyakba. Igen, most egyébként éppen látjuk a klipet, de ha azt mondom, hogy ebben a számban például, ha jól értem, akkor nagyon erélyesen számon kéri azt, hogy miért nincs önálló környezetvédelmi minisztérium. Igen. Ami egy prompt politikai kérdés megint. Igen. Mert az a politikai döntéshozó, politikai struktúrának a része, hogy ez most az EMI-hez tartozik, vagy a miniszterelnöki hivatalhoz tartozik, ide tartozik, oda tartozik, vagy van-e önálló. Ez például egy politikai állásfoglalás jelenleg Magyarországon, ez biztos, hogy érti ilyen módon. A mindenkori kormánytól való számon kérés. Az, hogy az öltönyösök miért vitatkoznak a parlamentben, és miért nincsenek kint példát mutatva azzal, hogy mit jelent az, hogy klímatudatosság, mit jelent az, hogy klímavédelem, hogyan veszik ki a részüket. Most nem itt bent a parlamentben különböző új nyakkendőkben és öltönyökben kell megjelenni, hanem valóban meg kell mutatni, és példát kell mutatni annak a generációnak, akivel mi is dolgoztunk ebben a klímában. Megfigyeli azt például, vigyázz arra, hogy például a saját életében, hogy palackos vizet iszik-e, hogy a kupakot hova teszik? Most nem hoztam be, de én mindig kulacsolj, de nekem hát... kulacsomban, igen, kifejezetten tudatos vagyok ezzel kapcsolatban, és ezért nagyon fontos például a november 29-i globális klímasztrájk, mert most lesz péntek, nem a Fridays for Future szervez. Azért, mert én kint voltam az ő tüntetésükön. Ez egy marokki fiatal, akik hihetetlen elszántak, és amikor ott voltam és találkoztam velük, és végighallgattam az ő beszédüket, amikor hallottam a felszólalókat, akkor nekem az a pillanat, az megváltoztatta az életemet. Megváltoztatta a gondolkodásmódomat, és amire a legnagyobb szükség van most, az egész világban és az országban is most, a gondolkodásmód megváltoztatása. De onnantól, attól a naptól gyűjti szelektíven a szedmetet? Vagy tehát mondjon nekem valamit, ami azt mondja, hogy az ideán kívül megváltoztatta konkrétan az életét. Ez. A tüntetés volt. A tüntetés volt, ez a pillanat. És mi volt az a pillanat, amit előző nap még másképp csinált, másnap pedig már másképp csinált? Szinte mindent. A húsevés, a húsfogyasztás, a szelektív hulladékgyűjtés, a dízelautóm használata, az ökológiai... Oké, dízelautó használata, ez mindenki számára egy fogható dolog. Mit csinált a dízelautójával? Nem használom, nemes egyszerűséggel. Tehát, ha másnap fogta és leadta a kulcsot, lehetette, otthon van, eladta? Nem, ez a cél, el szeretném adni. És ennél sokkal nagyobb létszik. Eladja, a más fogja használni. Akkor valamit kitalálok rá, majd szétszereltetem. De a legfontosabb szerintem az, hogy igazából például... Adja nekem. Ne, megbeszéltük, magáé. Nem fogadhatom el, nem gondoltam erre a reakcióra. Okay. Jó, viszont az is nagyon fontos, hogy természetesen nagyon fontos lokálisan beszélni a dolgokról, viszont a legeslegfontosabb az, hogy presszionálnunk kell a politikusokat és a cégeket is a változásra. Azt mondja, hogy ha presszionálni akar politikusokat, miért mi rettegjenek azok, kik tettekben kevesek és üres szavakban nagyok? Kik ők? Remegjenek. Nem remegjenek. Rettegjenek. Én nem szeretnénk senkit, hogy rettegjen. Bocsánat. Ez remegjenek. Jó, átírtam a szövegét. Bocsánat. Nem probléma. Ez mindenkire vonatkozik, aki csak puffogtatja ezeket a téziseket. Ez nem egy zöld téma, ez egy globális téma. Ez nem zöldebbnek kell lenni, hanem egy gondolkodásmód kell megváltoztatni. Amíg ezek csak szavak, még üres szavak, még csak azt mondjuk, hogy klímavészhelyzet, de mi az, mikor azt mondjuk, hogy például, amit mondott is teljesen mindegy, hogy melyik politikai pártnak az egyik képviselője, hogy a globális klímasztrájk az egy Soros György által szervezett kis valami pamflet, ez nem és így ki van. Képviseli, aki Soros Györgytől pénzt kapott, tehát innentől fogva mondom, ez a kör bezárul, tehát logikai sorrendet tud a politika ebben csinálni. Igen, de egy olyan emberről beszélünk, aki nagyon fontos tények mellé áll oda. Hát akkor támogasson más ilyen szinten. Miért írta le azt a sort, hogy az a fontos, hogy megvagyunk-e, azt a kérdést feltette, az a fontos, hogy megvagyunk-e keresztelve, vagy melyik hulladék lehet komposztálva? Innentől fogva gyakorlatilag az és vagy nem jöhet össze? Tehát miért kellett ebbe a, például a kerességet feltenni? Nem, itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy az oktatásban milyen minőségben szerepel a klímavédelem. Itt nem a vallás ellen, nem a keresztény ellen szólt ez a sor. Az a kérdés, hogy az oktatásban kap-e akkora hangsúlyt a klímavédelem, mint mondjuk a történelem, a matematika, vagy pedig a vallástudomány. Sokkal nagyobb témát kell, hogy kapjon az oktatásban, már ott el kell kezdeni a fiataloknak a gondolkodásának megváltoztatását. Szerintem egyébként ez egy szubjektív érzés, én most nem egy színésszel és nem egy rapperrel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.